évvégéhez közeledve felelevenítjük, milyen volt a Ferencváros csapatainak 2017-es éve. Elsőként következzen a Magyar Kupát 14 év után elhódító női kézilabda csapatunk vezetőedzője, Elek Gábor évértékelője. 2017 elején, vagyis az előző szezon második felében a bajnokság és a dicsőséges MK menetelés mellett a csapat a Bajnokok Ligájában is nagy csatákat vívott. A mi versenyrendszerünkből fakadóan január végén, 2017 január végén egy Bajnokok Ligája középdöntő sorozattal kezdtünk, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól sikerült, még akkor is, hogyha azért voltak benne olyan pillanatok, amire azért kevésbé voltak örömteliek, de feltétlenül azt gondolom, hogy Podgoricán ekkora győzelmet elatni az mindenképpen üdítő volt. Azt gondolom, hogy meccsbe az a győzelem az nagyon-nagyon értékes volt, miután meccsbe egyetlen csapat voltunk, aki győzni tudott abba a sorozatba. Tehát abban a tavalyi Bajnokok Ligája sorozatban csak mi tudtunk ott győzni. És hát ugye a Magyar Kupa győzelem az egy nem várt ajándék volt, azt gondolom, hogy mindannyiunk számára. Nyilván ott az vezéráldozattal járt, ugye, mert az Izzi ott sérült meg, és ez azért behatárolta a lehetőségeinket utána a Bukaresten a Final Four volt csatában, de összességében azt gondolom, hogy ez a Magyar Kupa az nagyon-nagyon sok mindent megért számunkra. Nagyon szerettünk volna a Final Four-ba jutni, azt gondolom, hogy lett volna rá esélyünk, még így is az Izzi nélkül. Ez végig is 3 perccel döntötte a sorsunkat és az elfáradásunk az, hogy ott a Horniák Dóra és az Izzi már nem állt rendelkezésünkre, és itt belefáradtunk az utolsó 5 percbe, de ami igazából inkább 3 volt, az nyilván nem volt egy kellemes pillanat, de felfogtuk, hogy ez a realitás, mert egy bőven erősebb csapat ellen, ugye az akkori BL címvédővel kellett volna nekünk, vagy kellett megvívni ezt az egészet, és hát egy nagyon-nagyon erős játékos állványra találtuk magunkat szembe. Azt sem gondolom, hogy egy szégyenteli volt, de úgy érzem, hogy ott lett volna lehetőségünk, és az azért kicsit hiányzik nekem. Ami nem jött össze a BL-ben, azért bőven kárpótolt mindenkit a hazai kupa győzelem. Ugye a bajnoki ezüstérem az helyek közé az elvárató volt a csapattól, a BL 8 középtes elvárató volt a csapattól, a Magyar Kupa az mindenképpen korona volt ebbe az évbe egyelőre. A csapat a szép befejezés után, ha lehet, még jobban kezdte a 2017-18-as idényt. A Fradi magabiztosan jutott tovább BL csoportjából, a bajnokságban pedig 8 meccs után 8 győzelemmel áll, ami egyben azt is jelenti, hogy idei 3 összecsapásukból a Győr egyszer sem tudta legyőzni a Ferencvárost. Igen, hát ugye azt szoktam mondani, hogy nekünk akkor van az Etóval szembe esélyünk, ugye mert hát jóval jobb lehetőségek, mint játékosában, mint gazdaságban minden szempontból, amikor egy kis rés nyílik a pajzson. Ugye most itt a sérülték miatt megnyílt, és nagyon örülök neki, hogy ismét meg tudtuk csinálni itt a hazai győzelmet. Ez számunkra nagyon fontos volt, ugye, mert azért egy kicsit, hogy ismét a közvélemény pessimistán gondolkodott velünk kapcsolatban, hogy itt nekünk a második helyet is nagyon nehéz lesz megtartanunk. Én azt gondolom, hogy ott egy nagyon nagy lépést tettünk a második helyünk felé, és aztán az érdi győzelem pedig, hát ugye még nem jelent második helyet, de így meg tényleg nagyon nagy az előnyünk az érdes szemben, és egyre nyitott a kérdés a bajnoki címet illetően is, ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy ez még jó sokáig így maradjon. Nem maradt más hátra, mint hogy megtudjuk, mit vár Elek Gábor 2018-tól. Az, hogy így folytassuk, ahogy mi ezt eddig tudtuk csinálni. Ugye nekünk nagyon speciális, még egyszer mondom, a versenyrendszerünk abból kifolyólag, hogy tényleg van egy világverseny, ahol azért elég hosszú időre nélkülözzük a válogatott játékosainkat, és most pillanatnyilag 11 válogatott játékost adtunk, ugye 8 magyart, 2 hollandot és egy spanyolt itt a világbajnokságon szereplő csapatoknak. Ez ilyenkor mindig egy kicsit lutri, hogy hogyan érkeznek vissza, és nagyon-nagyon kevés idő áll rendelkezésünkre a december 30-ai rajtig, hogy azért munkát is tudjunk beletenni, azért formát is kell valamilyen szinten időzíteni, és hát január végén pedig, ameddig 6 bajnoki mérkőst le kell játszani, január 28-ig, mert január 28-án már a Buducsnosztal találkozunk itt a BL középdöntőnek az első mérkőzésén Doboson. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n.
Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.